Szép jó reggelt, mert nekem a császár morzsáról mindig ez jut eszembe. Viszont ez a császár morzsa, ez most az osztrák verziós lesz, és sokkal jobban szeretem, mert kicsit ilyen habos-babos. Ehhez a tojásfehérjét először is fel kell vernünk. Szuper! Pikpak felverődik, és áttesszük egy tálba, ugyanis ugyanebbe elkészítjük az alapot, és majd ugye ezzel a fehérjével lazítjuk az alaptésztánkat. És most jöhet a tojás sárgája. Azt pedig cukorral kihabosítjuk. Szépen kifehéredik, és a cukor is felolvad benne. Jöhet hozzá a tej. Csak egy gyors átkavarás. És a szitált liszt, hogy ne legyen darabos. Na, hogy oldjam meg? Mit csináljak? Egybe akarok megcsinálni mindent, kosz nélkül. Akkor is megoldom. Egy kis vanília. És természetesen azért, mert hát az elengedhetetlen rumos mazsola, meg egy picike kis rum is. Ez ki is sül belőle. Annyira őszi ez az ízvilág. Rum, vanília, mazsola. Gonosz kis manó. Egy picikét az oldalára csapja, akkor csak le kell húzni. Még egy gyors mozdulat. És nincs más hátra, mint hogy a felvert fehérjével lazítom két részletben. Első adag. És a második. Tényleg bárhogy is nézem, nettó 5 perc munka az egész, és lesz egy tökéletes habos palacsinta tésztánk. Forró serpenyő, amihez adunk egy pici vajat, és olajat is. Felmerül a kérdés, hogy vajat miért használok, egyszerűen csak azért, mert a vaj, ahogy majd karamellizálódik, és az abban lévő kis tejcukor is kicsapódik, iszonyatosan jó ízt, ilyen mogyorós ízt fog adni majd a császármorzsánknak. Ha elég meleg a serpenyő, akkor jöhet a tészta. De vigyázzunk, hogy a végénél azért elegyengessük a mazsolát, mert könnyen leül a tészta fenekére. De lehet látni, hogy nagyon szépen forog a tészta benne, nincsen letapadva. Viszont érdemes tényleg lefedve készíteni, és sokkal hamarabb ugye a közepe is megsül, és nem ég le az alja. Lássuk! Olyan, mint egy jó kis gőzgombóc. Hát én ezt egyben nem forgatom meg, hanem szépen felnegyedelem. Gyere! Júj, de lágy! Mennyire receg! Egy, kettő, há! Ne izguljál, mert én is izgulok, ne remegjen az a kamera. Ez az. Jaj, de szép aranybarna vagy, hallod, de most már az alja szépen megsült. Na most még egy picikét hagyjuk ugye megsülni a másik oldalát, és utána elkezdjük trancsírozni. Egy gyors csekk. Szépen megsült a másik oldala. Félre is húzom. Indulhat a trancsír. Nézzétek meg, mennyire habos és könnyű szaftos. Van nekünk ugye itt egy picike kis porcukrunk, úgyhogy ameddig felaprítom, én ezt már karamellizálom is egy kis vajjal, mert miután felvágtuk, akkor bizony átforgatjuk benne, úgyhogy lesz rajta még egy kis ropogós karamell réteg is. Most már szép középszínű karamell, jöhet gyorsan a császármorzsa. Egy pillanat alatt összeforgatjuk vele. Úristen, milyen iratok vannak itt! Ez egyszerűen zseniális, de figyelj, nagyon, inkább nem mondok semmit, olyan pavlovi reflexek indultak itt el. Pikpak bevonja, kicsikét rá is pirul, ugye? És hát a cukorból ugye szoktuk mondani, hogy sose elég. Úgyhogy utolsó pillanatban még fahéjas cukrot adok hozzá. És már húzom is le. Na ez a császármorzsa.
Ez császármurra. Annyira kár, hogy nem érzitek az illatát. Ez brutális. És hát ugye a császármorzsa, az forró jó, úgyhogy alá mini tálaljuk is.